Vajon melyikek a legjobb társasjátékok? Nagyon gyakran megkérdezitek tőlünk ezt a dolgot, és bár erre nincsen exakt válasz, nincsen olyan társasjáték, ami mindenkinek a legjobb, nyilván mindenki megtalálja a kedvenceit, mm -hmm. mi Zolival össze szoktuk állítani minden év elején az előző év kedvenceit, és mindig annyi játékot teszünk erre az év kedvencei listára, amennyi az adott évnek a száma, tehát 2022-ben 22 játékot teszünk erre a listára most. Most 2023. januárját érjük, egy csodatos érzés visszanézni az előző évre. Döbbeltesen gazdag felhozatából tudtunk válogatni, Igen. és számunkra ez egy ünnep. A egy évben két nagyon fontos videót szoktunk készíteni, nyilván rengeteg de hogy a karácsonyi álló, illetve az évértékelő nagyon fontos számunkra elképesztő casting, illetve szereplő válogatás viták, volt, itt hogy viták vannak, vita mi, mi, hegyeken szépen. vagyunk túl, úgyhogy fogadjátok <laughs> nagy szeretettel a 2022 legjobbjai videónkat. Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És az itt a Mit játszunk vlog. Fontos alapvetése ezzel a videóval kapcsolatban, hogy nem játszottunk minden egyes játékkal, ami 2022-ben megjelent, hát az Viszont nem? ezeket a játékokat mi próbáltuk, nagyon szerettük, és igyekeztünk olyan listát összeállítani, amely szépen reprezentálja ezt a jó, gazdag évet. Így van, hát több ezer játék jelenik meg egy évben, úgyhogy az kb. Ez lehetetlen lenne, hogy mindent ismerjünk. Nagyon drágák vagytok, hogy ezt mindig feltételezitek, de nincs így. Viszont azért hmm. elég sok játékkal játszottunk 2022-ben is, és most azokba válogattunk, amiket be is mutattunk a csatornán, úgyhogy azokat a játék amiket most majd itt felsorolunk. Linkben leteszem nektek lentre, így megtalálhatjátok egyesével is a bemutató videóinkat róluk, úgyhogy el tudjátok dönteni ti is, hogy számotokra mik a legkedvesebb. Lássunk is hozzá. Hogy, hogy nem? Az első dolog, amit fölírtam erre a listára, nagyon vicces, le is fotózta, hogy elkezdtük gyűjteni ezt a listát 2022 a legjobb lista és... Első cím Arknova. Sokáig így volt a lista, ennyi volt rajta, a Arknova, mert ez annyira biztos volt, hogy rákerül. Egyébként nagyon érdekes, mert még ezen a játékon is vitáztunk egy kicsit, Jem. Az Ark Nova 2022-ben az egyik legnagyobb figyelmet kapó játék volt minden szempontból. Figyelmet kapott azért, mert egy állatkertes társas játék az mindig ugye az emberek ö, szívének a közepén, akik szeretjük az állatokat, szeretjük a természetet. És közben egy nagy gémer játékról uh -huh. van szó, amit már az elejétől úgy emlegettek, hogy fú, a mars formálása mekkora sikert futott be, és hogy a következő az Dark Nova lesz, Na. ami ilyen volt. Úgyhogy alapból nagy várakozásokra érkezett meg az Arknova, és hát jött is a válasz rá a játékos közösségtől, ami egyébként egy megosztó válasz volt, mert rengetegen imádjátok ezt a játékot, többek között mi is nagyon szeretjük, de jött a sokan, akik elmondták, hogy miért nem tartják olyan nagyon nagy durranásnak az Arknovát, szóval nagy vitákat generált. Igen, tehát fontos, ez egy komplex társas játék. Igen. Sok izgalmas klassz mechanizmust ötvöz. Csodálatos benne figyelni a tetriszezést, az akciópont használatot, nagyon jó az interakció, beletető konfrontáció közé, pazar az egyjátékos gyakorló mód, hatalmas húzópaki gondoskodik arról, hogy végtelen úgy érződjön. Érkezett hozzá most hogy egy pici mini kiega, Igen. különféle egyéb, egyéb állatkert alapokkal, de érkezik hozzá hozza a vízi állatok jövőre. Úgyhogy egy igazán nagy sláger ez a 2021-es, de magyarul 2022-ben megjelent játék. Bérelt helye volt ez a listán. Menjünk tovább a Gamer vonaton, az Arknova után beszéljünk a Tiletum című játékról. A pillanatában biztos voltam benne, hogy fú, fú remélem megjelenik magyarul, meg is jelent, sokan ki is próbálták, sokan szeretik, mi is. Igen, eszemben már feltettük egy ilyen várós listánkra uh -huh. ezt a játékot, a Borden Dice kiadónak a játékát. A szerzőpáros gyakran használ dobókockákat a játékaiban, uh -huh. és ez az okos fajta kocka használat, tehát nem az a dobsz azt, meglátod, mi lesz, hanem itt igazából a kockák optimalizálásáról és a szerencse csökkentéséről van szó ebben uh -huh. a játékban. Stratégiai társas játéknak mondanám a tiletumot, haladóknak javasolnám én is, de azért nem egy befogadhatatlan valami, nem. én ilyen középnehéznek tartom, uh -huh. a, akár még a családi felső kategóriánál is mozog, azt gondolom, nagyon száraz, Gyakorlatilag témátlan, és hát nem túl szép. Ilyen baba színekkel, ilyen pasztel színekkel dobálóznak ezek a dobókockák, csak hogy stílusosak legyünk. De maga a játékmenet hát annyira szórakoztató és annyira gazdag, hogy nekünk a tiletum az nagyon gyakran hmm. ö, kerül elő az asztalunkon, azóta is, mióta megvan, és hát a listán is bérelt helye volt. Nagyon jól kezeli a játékos számot, kellően nagy a tétje a játékos döntésének, de mindemellett jutalmazó természetű a játék. Bármilyen dobókockát választasz, akciópontokat és nyersenekot fogsz kapni, és ennek a tánca határozza meg a játékos előrehaladását minden fordulóban. Kifejezetten... Egyszerűnek mondható Igen. a szerzőpáros korábbi munkájóhoz képest, hát amikor az képet azért túl, akik tudnak neki. tudnak haradni, hogy illetom rögtön a legelső játék alkalommi szórakoztató lesz 2022 egyik gyöngyszeme. 80 nap. Mindig nagy a kereslet a családi társasjátékok uh -huh. iránt a társasjátékos piacon, és amikor megjelent a 80 nap, sőt már amikor a partner napon láttuk, akkor biztosak voltunk benne, hogy ez egy nagyon esélyes induló, az egyik legjobb családi játék kategóriára az évben, így is lett nagyon megszerettük. Ez a 80 nap alatt a folt körüli utazós, kicsit verseny de egymást nem bántós hangulat, ez egyébként az eredeti 80 nap alatt a föld körülben is szimpatikus volt számunkra, de ez egy olyan gyönyörű grafikával érkezett, és olyan kedves hangulatú játék, hogy azóta is számos alkalommal vettük elő, mi nagyon megszerettük. Szép könnyen tanulható és nagy a tétje. Én szeretem, hogy mechanikailag tematikus. Nem érsz rá, egymásnak drágítjuk be az utazási költségeket, illetve különféle portikáknak az árát. Nagyon szeretem, hogy próbálsz egyensúlyt tartani a haladás és az élmények teljesítése között. Nem léphetsz be Londonba mindaddig, ami nem teljesítette a négy kalandot, ami különféle győzelmi pontot tudnak neked adni. Durván megharap a játék, ha nem sikerül megtenned az öt forduló alatt ezt a, ezt a földkörüli túrát. Úgyhogy szerintem a 80 nap egy parádésan összerakott játék a piatnik saját stúdiójától. Az Atlantikát is nagyon szerettük, de 2022. messze legjobb családi játéka az 80 Days. Szerintem a 2020-as évek kifejezetten kedveznek az építész típusú játékosoknak. Nagyon jó időszakomat élem, rengeteg olyan társasjáték jelenik meg, mert a játékosoknak élménye, hogy valamit építhetnek a modern társasjátékos világ keresi a harmadik dimenzió lehetőségét, melyben nem csak síkban, hanem térben egymásra pakolhatunk alkatrészeket. A lámák földje egy, egy jutalomjáték azon a játékosoknak, akik szeretnek stratégiai Tetris alakzatokkal dolgozó játékot játszani. Minden egyes döntésnek helye van, nagyon okos, és minden mellett egy paradicsom családi, békés természetű játék. Félvok a Harding játékait egyébként is szeretjük, és Így. ez a játék már akkor megvolt nekünk, mikor még magyarul meg sem télek, jelent. Télek. Úgyhogy uh, régóta játszunk vele, nagy kedvenc nálunk, és nagyon örülünk, hogy most már sokatokhoz eljutott, és sokan ti is szeretitek. Nagyon okos, könnyen nehezíthető parádés termék, és nekem azért számítanak a matricázható lámák. A láma. <laughs> Számomra egy ünnep, hogy megjelent a Herceg című játék talán tudjátok, hogy foglalkozom társasjátékszerzéssel. szerzéssel. Én most már 7.-8. éve, és ez volt az egyik legelső tervem, nagyon sokáig volt fiókban, míg nem 2022-ben a pogony gondozásában megjelent ez a kicsi kooperatív társasjáték. játék. Valamiért ez a játék különösen közel áll a szívünkhöz. Nekem az egyik kedvencem Zoli játékai közül, oh. és a legtovább volt fiókban, és már nagyon vártuk, hogy megkapja azt a formáját, amit úgy érzem, hogy megérdemel ez a játék. Tőletek is rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, ami nagyon-nagyon jól esik. Egy, egy az algoritmus programozós játékról van szó, ami ilyen nagyon szárazan hangzik ahhoz képest, hogy milyen jó kis van ennek a játéknak, ugye ezzel a királyi futóversennyel, ami még érződik is a játékban. És külön kedves számunkra, hogy kooperatív, tehát összefogást erősítő játékról van szó, amit akár már kisebbek, te 8 éves kortól játszhattok. Mindenképpen szerettük volna feltenni a személyes érzéseink miatt erre a terra listára az idén megjelent játékok közül, amiből elég sok volt Zoli játékaiból. A hercegnyer valamiért nagyon közel állt a szívünkhöz. Nekem szerző fontos volt, hogy ez egy egyszerűsíthető, nehezíthető játék. Be tudunk állítani egy olyan állást, hogy aránylag könnyebben tudunk sikerélményt összeszedni, de beállíthatunk infernálisan pokoli kihívást is, melyben garantált a bukás, többnyire, de nekem célom volt, hogy a játékosok közösen, egyszerű szabályokon keresztül humorral megfűszerezett játékélményen találkozhassanak. Ajánljuk a hercegnyert nagy-nagy szeretettel. Én tudom, hogy a végtelen tél számodra az egyik kedvenc 2022-ből. Miért? Valamiért én nagyon féltem ettől a játéktól, amikor bejelentették, hogy jönni fog. Egyrészt olyan nagyon nagy dobozosnak tűnt, nagyon összetettnek tűnt, rengeteg mechanizmus van benne, munkás lehelyezés, pakliépítés, szedgyűjtögetés, területfoglalás. Tehát, hogy valahogy úgy tűnt nekem, hogy majd talán túl sok befektetett energiát fog kérni, vagy hogy hogy fogjuk ezt megtanulni, mikor lesz nekünk erre időnk, szóval hmm. volt bennem egyfajta tartás ettől a játéktól, bár nagyon szeretem egyébként a grafikáját, a Nyugati Királyság öm, sorozatnak a grafikus, a Mihó. Mihó csinálta. Tehát ez mondjuk vonzó volt bennem, de valamiért volt bennem egy tartás, és amikor kipróbáltuk, akkor ez, ez lebontódott bennem, mert hogy Érdekes, hogy tényleg egy összetett játékról van uh -huh. szó, de mégis annyira magától értetődően működik. Valahogy logikusnak tetszik a végtelentél, ahogy játszunk uh -huh. vele, és most már nagyon sok partink van benne. Sok olyan emberrel játszottam, aki viszonylag kezdőnek számított, és ők is az első alkalommal már élvezték ezt a játékot. Uh -huh. Egyszerűen azért, mert tematikus. Meg jó tanítottad. Ja, persze, hát azért is már tanítottuk, te is, meg én is, de hogy egyébként meg jó élmény volt játszani olyanokkal is, akik nem annyira gyakorlottak, mert bár összetett játék, nem bonyolult megérteni, hogy hogyan is működik a különböző területeknek a játék szabályai, teljesen logikusan működnek egy törzs közösségnek a működése szempontjából. Igen, ez egy paklépítős, munkás lehezős játék. Fontos, hogy bizonyos helyszíneket gazdagabban tudsz használni, ha elsőként mész oda. Logikusan, igen. Bármerre indulsz el, valami építő lesz számodra. Nagyon jók a különféle területek, hogy ezek működtetik egymást. Úgyhogy szerintem elsősorban haladóbb társasjátékosokat játékosokat céloz meg, a számukra ismerős mechanizmusokon keresztül, de hogyha a munkáslejezést, a paklépítést, az akciópont használat előre kell kezdeni, akkor azért... Ketten is jó. Egyébként. Csak mondanám, mi ketten is szeretjük Jó, ja, nagyon nagy jók ez a játékos számot. Nekem a területfoglalás miatt inkább hárman dombolul Ugye ez a legjobb. játék. Igen. Szerintem hárman a legjobb. Így úgyhogy nagyon-nagyon örömmel játszottunk vele, és örömmel ajánljuk számotokra is. A kulcskérdés számomra az év parti játéka nagyon sok szempontból. Kommunikációs játékról van szó, szóval amiben nem beszélünk. Ez nagyon érdekes igen, számomra. Itt van egy titkos szereped, és a célod, hogy kitalálják a többiek ezt a bizonyos titkos szerepet. Nekem mechanikailag a képérzék című játékot hozza hmm. be. Pontot kapok, ha kitalálok, és a másik játékos pontot kap, hogy engem kitalál. A, a szűkítés, kommunikációs szűkítés az imagine ismerős motivumokon keresztül igen. történik. Megpróbálom kitaláltatni a többiekkel, vagy rá jellemző vagy nem jellemző oldalra teszek a saját táblámmal. Maga az eljárás nagyon stílusos, nagyon, nagyon... jó az alkatrész, ami a játékos kezébe kerül, és a kínált helyzete nagyon sok mulatságos percet hoz. Már csak azért is, mert egy popkulturális adatbázissal dolgozik a játék, Aha. ami egy közös szókincsre hozza a játékosokat, és ez mindig szórakoztató, hogy melyik sztárokat, hírességeket, történelmi alakokat válogatjuk be a játékba, és őket próbáljuk ugye, képkártyák segítségével elmutogatni a többieknek. Valaki ezt ilyen nagyon összetett gondolkodással elosztott. Tetszik, és utána megmagyarázza, hogy miért azt tette az valami, sírva röhögtünk minden egyes alkalommal. Szóval szerintem a kulcskérdés egy kiemelkedő játék, ami valamiért mégis egy csomó embernél elment a radar alatt, úgyhogy jó, hogy felkerült erre a listára. Endeavor. Nekem ez egy hatalmas nagy favorit. Jó pár évvel a polcunkon van, idén megjelent a reflexok gondozásában ez a Hajózós, új területeket megnyitós, tökéletesen nyílt társasjáték, játék, eszméletlenül okos és nem bonyolult. Tehát te te ebben a társasjátékban megvan az a Igen. csodatos művészi varázslat, hogy első játék alkalommal is pontosan értetik a játékosok, hogy mi az a kínált helyzet, illetve hogy tudnak eredményesek lenni ebben a konfrontációtól nem mentes, ugye, terjeszkedős játékban. Ez egy olyan játék, hogy szerintem a doboz alapján senki nem venné le a polcról. Na, de hogy, hát most mi egyébként szép egy ilyen doboz, egy ilyen láda, de hogy összességében semmit nem mutat abban, hogy milyen ez a játék. Uh -huh. Amikor először játszottuk, én nagyon harciasnak éreztem valahogy, ott olyan volt a hangulat, hogy folyton egymással lőttünk, és amikor máshogy erre játszottunk vele, akkor így letisztult bennem, hogy egyébként ez a játék nem is olyan bonyolult. Nem, nem. A játék szabályai egyáltalán nem bonyolultak, és utána pedig, ha az ember megérti, hogy mit szeretne tőle ez a játék, utána tényleg egy nagy élmény Zolinak fent is van a kedvencei listáján. Így van, nekem top 49-es játék. Nagyon, uh, nagyon megszerettük. Az alapjáték is sok izgalmat tartogat, de a kiegészítő modul, hogy különféle területek extra szabályait hozzuk be, végtelen újra játszhatóságú. Szerintem három főtől az igazi ketten olyan sok értelme nem nem. Viszont hát okay. az, hogy a tábla melyik oldalán játszunk, nagyon jól okay. nehezíthet vagy könnyíthet. Úgyhogy számomra ez egy, ez egy minden perszi amikor ezzel a játékkal játszhatok, játszhatnék egy picit többet is. <laughs> Valamiért mi, lehet, hogy azért, mert alkotó emberek vagyunk, de nagyon hmm. szeretjük az irogatós, rajzolgatós játékokat, és ezért a roll Wright, Flip and write kategóriát is nagyon szeretjük. Tehát, amikor dobsz egy kockával, vagy egy kártyát felfordítasz, és utána az eredményét be kell írnod egy táblázatba, azok kombinációja a különböző szimbólumok adnak neked aztán pontokat, tehát nagyon egyszerűen talán így tudnám leképezni, és ebből a kategóriából érkezett idén a Köszöntünk a Holdon. A Köszöntünk a Holdon egy önállóan játszható folytatása a Köszöntünk álmaid városában. Kártyát felfordítok írogatok játéknak, és ebben van egy kampány. Igen. Ebben többi játék is van, egyre nehezedő feladványt kínál a játékosoknak, van valami sztori, hogy valami kapitány, valami van. meg ő dönt, hogy akkor milyen <laughs> pont alapján, de, de csodálatos mesterműnek tartom. Először kikerekedett a szemem az árán, aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen 8 játék, ami abszolút újrajátszható, és mindegyik csodatos variációt kínál. Ez a jó benne. Ez a műf, egyik műfai csúcs, kifejezetten békés természetű, nem nagyon piszkeljük egymást, maximum elhappolok Igen. a másik elő lehetősége, de nagyon kényelmesen elférünk. A köszöntünk a Holdon egy csodálatos kaland volt számunkra, nagyon-nagyon örömmel játszottunk vele, és pontosan miközben játszottunk a második alkalommal, összenéztünk és tudtuk, hogy rajta lesz 2022 legjobbjai között. És ha már kampány, akkor jöjjön a Crew sorozat második része, a Métengeri küldetés. A játék, amivel megszerettem a crew -t. De tényleg. Igen, az nekem... elsőnél úgy. úgy tudom... játszatok nyugodtan hangulat volt. De lehet, hogy azért <laughs> már belegondoltam, hogy lehet, hogy azért, mert mindenki azt mondta nekem, hogy te a kró. A kró az zseni. Az annyira jó, és amikor ja. le... már akkorra elvárásokkal ültem neki a krónak, amikor először leültem, hogy esélyes a volt szegény játéknak, és én néztem, hogy ez ennyi. Ez csak ennyi. Hát, hát jó, ez, majd ez a, a trúvá. 25. meg 30. körnél, amikor már nehezebb és akkor mikor fogom még oda, oda elérni. És érdekes, hogy ebben a játékban ezekkel a pici mechanikai módosításokkal, ami az elsőhöz képest érkezett, valahogy rögtön szórakoztatóvá vált. Ez egy ütésvivős, kooperatív, azaz teljes mértékben együttműködésen alapuló társas Egen. játék, melyben az összes kártya kivonosztva a játékosok között, és feladatokat választanak a játékosok a kapitánytól kezdve, amit megpróbálunk teljesíteni. Mindenkinek az érdeke, hogy mindegyik játékos célja teljesüljön. Szerintem ez egy csodálatos folytatás, kevesebb a kaland, viszont jobban megoldott a játékos szám kérdése. Több mint egy, hogy 3 4 vagy 5 játszátok, egyenlő kihívás lesz számotokra. Csodálatosan várja a lehetőséget, és egy hatalmas húzópakliból származó feladatok határozzák meg azt, hogy tulajdonképpen végtelenül újrajátszhatósága dolgozik. Ez az amúgy, hát, nagyjából egy ilyen köszöntünk a Holdon mértékű kampányjáték. Igen. Egyébként nem lenne hosszú, de ezáltal, és a kártyák felkerülésének a sorra meg hogy ki hogyan gondolkozik, kihez milyen lapok ja. kerülnek, szóval okos, okos, játék. okos nagyon... játék lett nagyon a Jöjjön az év egyik, hanem a legszebb társas játéka, a Bitoku. Igen, ö, többekkel beszélgettem, akik azt mondták, hogy hát ennek a játéknak nem nagyon van témája, és én ezzel azért vitatkoznék. Számomra még ez a szellem, nagy szellem nyugdíjazása, és mi egyre mélyebbre megyünk, és ott ö, egyre... Ö, Ugye? Igen. Na jó, szóval tényleg, nincsen, <coughs> az van, viszont... Hogy Viszont nagyon szép játék, és nagyon okos játék, és minden alkalommal nagyon más. Igen, dobókockákkal jelölünk, különféle helyszínekre megyünk, mint hogy a munkások lennének. Itt is a végtelen élesz hasonlóan egy ilyen hatalmas, egy extra egy ilyen akciópont használó, paklépítő, különféle helyzet maximalizáló sorrán, de akkor, hogy hogy építsek mechanizmusot, 64 forrásból származik győzelmi pont, mindennek megvan a maga terminológiája. Úgyhogy szerintem a Devir kiadó nagyon jó vízeken nevez, és a Bituk az egyik legnagyobb szabású játékuk. Uh... És nekem tetszik, hogy nyugdíjban megy a nagy szellem, és mi megküzdünk a legnagyobb szellemiségű szerepért. Hmm. Igen, nekem, elég. E, e, nekem annyi, hogy ilyen távol-keleti szénezett a történet, de inkább gyönyörködöm benne, mint sem elmerülök a témájában. Igen. Szerintem izgalmas a tanulási íve, mert első alkalommal nagyobb a két óra volt egy játék, utána szépen ráfutottunk a fél óra játékosonként a szépen. megtanultad a különböző kifejezéseket, a kis kodamákat, meg mindenfélig. De nekem akkor is szúnyog marad az a picik <laughs> ez van. A Mars terraformálás egy igazi sikertörténet. Icipici cég nemzetközi sikert ért el, Magyarországon is megjelent, az összes kiegészítével együtt nagyon sokan szeretik, és lógott a levegőben, hogy ha ez igaz, még az, még milyen egyéb területét tudjuk megnézni a Mars a érkezett a különállóan játszható, hát többé-kevésbé kompaktabb változata az Áris Expedíció. Igen. Nekem voltak olyan kérdéseim, hogy miért ezzel a játékkal játszanék, ugye ez a kompakt formája, ha egyszer én a Monster-a formálásában azt szeretem, hogy ez egy nagy, egészestés, asztalra kitehető élmény, én ezt nem akarom rövidíteni, nem akarom kompaktabban megkapni, én azt akarom, ahogy van. De rájöttem, hogy ez csak egy ilyen furad dac volt bennem azzal kapcsolatban, hogy azt éreztem, hogy ez a brand elkezdett ilyen túl terjengős lenni, viszont az Árész Expedíció ja. más mint az alap a formálása. Ezt más... is, be kellett, is be kellett ismernem, aki imádom a masterra formálása alapjátékot. Ez teljesen más, külön is játszható, tehát tényleg nem kell hozzá, hogy meglegyen az alap. És más mechanizmust használ, másfajta gondolkodást kér tőled. Így van. És Éppen ezért nekünk megfért a polcon egymás mellett, mm. mind a kettő. És végtelenül kíváncsi vagyok a kiegészítőkre. Igen. Belengedtem már a reflexok, hogy érkezik hozzá Jönnek. ilyen a kooperatív változat, meg, a, meg az állag megóvása a marsnak, meg mindenféle egyéb a kombinációja. Én nagyon szeretem ezt a világot, szeretem a döntéseit. A follow mechanizmus a poërtól óta nagyon népszerű itt is. Ha meghatározok egy akciót, amit mindenki végrehajtott én kedvezménnyel, és az adott fordulóban azokat hajtjuk végre. Nagyon izgalmas a játék éve, érzem ezt a terraformálási folyamatot, érzem a, a tablóépítés minden egyes döntésen keresztül, úgyhogy szerintem a Mars Teleformás Arise Expedíció egy kifejezetten pazar játék. Ajánlom azoknak, akik ismerik az alapjátékot, de azoknak is, akik nem. Imádtuk a filmet, és nagyon vártuk a társasjátékot. Mi az eredeti dűnével nem játszottunk, uh -huh. és éppen ezért nem volt egyfajta előítéletünk az újjal kapcsolatban. Olvastam többeket, akik haladó gémerként mondták, hogy de az eredeti az annyira jó, és az úgy jó, Mas. ahogy van, és azt ne bolygassuk. Viszont én azt gondolom, hogy még ők is azt mondták, hogy egyébként az impérium más lett, mint az eredeti volt. Szerintem nagyon szép eszközkészlettel dolgozik ez a játék, nekem átadta a filmnek ezt a gondolkodós, kicsit ilyen, másokat kiismerős, de azért harcolós és kemény hangulatát. Öhm, egyrészt azoknak ajánlanám, akik rajongói ennek az egész érának, és ennek a félnek, és ennek a világnak, amit a dűne teremt, ugyanúgy, mint ahogy azt gondolom, hogy annak idején a gyűrűk is egy világa volt, a dűnének is egy világa van, uh -huh. és abban rengeteg szereplő és érdekes történés, és azt is gondolom, hogy van még ebben a játékban. Van, van. Sőt, ebben a világban is. A Dűné impérium egy nagyon népszerű megfejtés, elképesztő elismerésnek örvend, a Borgingiken is nagyon magasan szerepel. Én üdvözítem, hogy megjelent magyarul ez a nyelvfüggő, Paklépítős munkás lejezős társasjáték. Érdekes, hogy 22-ben rengeteg ilyen dolgokat ötvöző játék, hát Igen. ugye a végtelentél a bitokó is ezt használja, népszerű mechanizmus okkal. Ö, könnyű tanítani, jó a tétje, illetve a változatos stratégiai útvonalai. De ami számomra igazán különlegesé teszi azt, hogy én ezt tematikusnak érzem. Igen. Fantasztikus, hogy íródik a, a film, vagy hát a könyv világa a játékasztalon, azok a karakterek hasonlóképpen kerülnek a játékba, és egy picit tudjuk újraírni a történetet más, mint a klasszikus dűne játék, az három hat játékos része egy egész napon át tartó, nagyon komoly, intrikus játék. Igen. Itt is van intrika, de a játékosok dönthetnek, hogy szórakoznak ezzel vagy más nem. Más játék. Az X felemelkedés egy fantasztikus kiegészítő hozzá, hamarosan érkezik a következő egyébként, ha dűne rajongói vagytok, akkor jó időszak vár nem csak azért, mert Dani Villeneuve ö, filmének folytatása hamarosan megérkezik, nem bízom benne, hogy ehhez hasonló fantasztikus játékok is érkeznek. Próbáljátok ki. A homály egy csoda, egy nagyon különleges társasjáték, és egy olyan állítás, hogy minden az egyben rögtön kiegészítők nélkül érkezzen meg, egy nagyszabású kalandozós, amerikai típusú, de inkább hibrid társasjáték, melyben a játékosok közösen, kooperatívan egy hatalmas nagyszabású kalandon mennek át. Meglepetés volt, hogy megjelent magyarul az alap társas társasjáték, és annál jobban örültünk, amikor a kompaktabb kis testvére az oroszlán falk is megérkezett 2022-ben. Sokak számára sokkal befogadhatóbb ez a változat. Hát, az eredetinek is. már csak a doboz mérete is megüzeni azt, ami jellemző a homályrév alapra, hm. hogy um, hatalmas energiabefektetést kér. Tanulást időben. kér időben, és nagyon sok odafigyelést kér a játék administratív része, hogy mindent jelöljünk, hogy mindent lelépjünk, hogy minden szörnynek kiismerjük a saját gondolatiságát. Az oroszlán falkában is mindezek benne vannak, de valahogy úgy kisebben. És ez nem vesz le viszont az élményéből. Én azt gondolom, hogy sokak számára a társas játékozás a mai napig azt jelenti, hogy elmerülnek egy játék világában, és ott a saját karakterüket építve, kalandozva, valakikkel együtt átélnek egy olyan kalandot, amit a valós, reális életben nem tudnak megtenni. És ennek egyébként az oroszlán falka egy nagyon jó mintája, hogy miért lett ilyen népszerű ez a játék. Mi is nagyon élveztük azokat a napokat, amikor elmerülhettünk a világában. Emlékszem, hogy 2022 év elején volt ez főleg nálunk asztalon, de akkor nagyon sokat, és érdekes volt egyre mélyebbre menni és tanulni ezt a játékot, Igen. és a saját karakterünket is általa. Szerintem a három varázslatos vonása van ennek a játéknak, gyorsan kiemelni mind a három, az egyik az ára. Tehát sokkal kisebb befektetés kér a második, az építkezése. Hogy egy aránylag egyszerű kis kártya használó játékból jutunk el oda az ötödik, hatodik Igen. küldetés alatt, oda, ahonnan ahon, ahon már év indul. Tehát nagyon szépen építkezik. A harmadik pedig a setupnak az egyszerűsítés, hogy mindent a füzetbe pakol. Ha, tehát, tehát az a rengeteg token meg rengeteg ilyen hogy ad adminisztratív részt, ami ordított azért, hogy ebből számítógépes játék legyen, ezt mind nagyon, nagyon szép, egyszerű mesterfogásokkal egyszerűsítette az oroszlán falka. Úgyhogy, ha érdekel az egész homály rév világ, amit egyébként tökéletesen megértek, akkor messze menőkig érdemes az oroszlán falkával kezdeni. Számos helyen beszéltünk már arról nektek, hogy mi szeretjük az ügyességi játékokat. Hát, igen, 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 ha ügyes vagyok benne. Hát igen. Én ügyes vagyok benne, ha nem úgy, barul, benne én szeretem. szeretem. Én szeretem. Igen. A kis nagy élmény volt annó uh -huh. számunkra, és azóta is többször előkerül akár családi kör is, és ilyen volt a Krokinol is ebben az évben, ami megérkezett hozzánk. Régebb óta terveztük már egyébként, hogy beszerezzük valahonnan, külföldről, valahogy megrendeljük, de nagyon örültünk, hogy megjelent ez a minib verziója, mert ezért mm. valljuk be, hogy ez a kérdés, hogy hova tesszük a lakásban, vagy hol fogjuk tárolni, vagy mi lesz valamikor amikor éppen nem játszunk, ez felmerült bennünk, viszont az az érdekes, hogy amióta megvan, ez az egyik olyan társas játék vagy játék, ami a legtöbbször előkerül, mert annyira ne, gyors egyszer, a, az előkészítése, kitesszük az asztal közepére és pöckölünk. És vicces, kész. vicces, szórakoztató, ügyes. Instant. Egyszerű, aránylag nagyobb, de a többi krokinó táblához képest jóval kisebb befektetés kér a játékosoktól. Elvileg 2 3 4 4 2 szeretem a legjobban Ez ezt a curling inspirált a pöckölős játékot, melyben győzelmi pontokat gyűjtögetünk, és megpróbálom a másik játékos korongét ki a tábláról. És ki is sajnos. E, varázslatos, nagyjából egy -e negyed óra 20 percet maximum parti elképesztő. De nyitás, hát többet is Hatalmas nagy favorit, 2022 messze egyik legjobbja. Amikor bemutattuk a framework is nagyon tetszett, de akkor lettem igazán szerelmesebb a játékban, amikor játszatásokat mutattam embereknek. Ez a játék tökéletesen alkalmas arra, hogy népszerűsítse a modern társas játékozást. Egyszerű, okos, borzasztó könnyű tanítani, nagyon jó kis versenyzős játék, melyben a játékosok a saját kis, hát ilyen kis fa alkatrészéktől próbálnak megszabadulni Igen. úgy, hogy különféle de szerződéseket, kívánalmakat teljesítenek lapkákon. Ezeket a lapkákat egymás mellé pakolgatják, és mehet a munka. Igen, egy abstrakt játékra <hállt> van szó. <asszont. hállt> nagyon. Tehát, aki sztorit keres, az nem a frameworkben fogja megtalálni. Viszont tényleg akárhányszor látom asztalon, mindig azt látom, hogy aki felállt tőle, az azt mondja, hogy ez jó, tök, volt. Tök, tök, tök jó volt. Ez ott jó ott volt. Érdekes módon magát a doboz szerintem annyira nem adja el, mert nem nagyon lehet tudni, hogy mi lesz ebből a játékból. De aki szerette annó a Novalunát, vagy szereti az Azult, vagy szereti azokat a népszerűbb absztrakt játékokat, amiben tényleg a másik fejével is kell gondolkodnod, de van benne egy pici szerencse is, hogy milyen lapka fordul fel, tehát azért van benne újra újrajátszhatóság bőven, azoknak én a framework nagyon nagy szeretettel ajánlom, Uwe Rosenberg játékai közül az egyik legjobban szeretett nálunk a framework. Ö, igen, Uwe Rosenberg nagyon nagy szabási játékokat is készít, meg egészen piciket. Igen, említetted a Nova nagyon hasonló játék, de nekem igen. áramvonalasabb. Egyszerűen a lapka osztozkodása gyorsabb. Minden játék alkalmat az nyer meg, aki ügyesebben tudta kombinálni ezeket a véletlenszerűen a előkerül előkerülő lapkákat. A framework egy icipici kis csoda elsősorban beugró játékosoknak, akik most ismerkednek a modern játékok világával, és talán ez a gazdálkodókosan vagy a monopóli után az első játékuk tetszeni fog. Hát ha más nem hozott volna nekem 2022 csak a Juhar vagy krónikáját, akkor már nagyon hálás lennék, őszintén szólva. Ez a játék nekem felkerült a top 10 kedvenc társas játékom közé. Egyrészt azért, mert valahogy megtalált egy pont olyan nehézséget ezzel a családi felső kategóriával a maga nagyon kellemes, nagyon kedves, készülődős témájával uh -huh. és a gyönyörű szép grafikájával, ami nekem a szívem közepére gravitálta a Juharvölgy krónikáját, azóta is nagyon sokaknak ajánlottuk már, még játszatáson is tanítottuk, és azt gondolom, hogy ez egy egész estés játék, uh -huh. ami kéri a tanulást az elején, de számos olyan kezdővel beszélgettem, aki azt mondta, hogy fú, ilyen nagyobb játékok közül ő először ezt szerzi be, mert hogy annyira szép, uh -huh. és aki szerette az Everdelt, az ez is szerette. Szóval nagyon-nagyon sok pozitív élményem kapcsolható hozzá. Igen, ez egy kocka használó, munkás lehelyező, stablóépítős társas játék, melyben a játékosok a munkásokat két kockadobás között helyezik le. A játékosnak van két saját kockája, azzal dob, és abból megfontolva használok bizonyos munkás helyszínt, és utána dobunk közös dobókockákkal. Úgyhogy egy nagyon ügyes mechanizmussal dolgozó, szerencsét aktívan használó társasjáték, melyben varázslatos dolgokat fog szépíteni. Szívmelengető ezzel a játékkal játszani, tökéletesen megértem a szenvedélyedet. Én azzal a fenntartás, hogy többet nem szeretném négyen játszani, maximum 3 hárman, mert az a 8 forduló bizony hosszúra tud nyúlni, viszont azt a bizonyos más órát, hogyha tudjátok tartani, minden perc a szívmelengető lesz. Megjelenése idejében megosztó játéknak számított, sokan mást vártak ettől a játéktól. Oh. Én nem vártam semmit, és le és, és lettem nyűgözve. Ez egy paklépítős játék, melyben van egy kalózhajó, egy intergalaktikus kalózhajó, és különféle területeket próbálok meg uralni győzemi pontokért. A játék nem egy pont csaláta, nem nem használ rengeteg pontot, viszont vannak vándorpontok, és tök jól el tudok happolni más játékos elől. Nagyon aktív része a játéknak a ölés, hogy az adokból származó kártyáknak a használata. Ez az a játék, amit én kifejezetten négyen szeretek játszani, mert Egen? azt gondolom, hogy akkor bontja ki igazán a jellemét a játék, hogyha többen vagyunk benne. Bárketten is játszottunk vele, de összességében négyen a legjobb szerintem, a négy különböző hajó mozgása a táblán uh -huh. és a, a csaták. A, az, hogy. Arra is oda kell figyelnem, hogy a többiek milyen ritmusban játszák a játékot, és hol tartanak a saját játékukban. Egy nagyon érdekes játékról van szó, ami nem kerül ugyan nálunk elő gyakran, de amikor előkerül, akkor minden alkalommal egy csomót beszélgetünk is utána arról, hogy milyen jó és milyen kevesen ismerik. Igen, és szeretem a poklépítős elemét, hogy van egy közös kínálat, de bizonyos helyekre el kell látogassak, hogyha bizonyos típusú, kaliberű kártyát keresek. A könnyű tanítani, dacára annak a 10 plusz lehetőségem van a játékosnak a körében. Ebben nekem az egyik kedvencem a következő fordulóra való kártyát és iszonyatosan izgalmas az a ritmus, amit tud használni a játékos, hogy most még nincs sok pontom, de a következő körben meg tudom élni a játékot, és a többiek pedig what? E, ilyen, ilyen tortuga. A frameworknél említettük, hogy nekünk egy Jolly Joker sokan, amikor visszük különféle társasjátékos alkalmakra. A másik ilyen Jolly Joker idénről, 2022-ről a Savannah Park. Soha nem akarja senki levenni, mert mindenki azt hiszi, hogy egy gyerekjátékról van szó, és én ezt cáfolnám. Mm. Szerintem ez egy kifejezetten gondolkodós családi játék. Ugyan 8 éves 8 pluszos kor van ráírva. Mm. Én játszottam olyan 8 évessel, aki még nem nagyon érte fel ezt a játékot, meg olyan 7 évessel is, aki igen. Szóval ez megint az, hogy melyik gyerek milyen érettségnél tart, vagy milyen gyakorlottatásos játékokkal. Viszont én kifejezetten családi kategóriának tartom, száraz játék, mm. abban a tekintetben, hogy nem a téma, a lényeg, nyilván játék, vagy állatkákat pakolgatunk a játéktáblán, de nem a szavanna feelinget fogjátok érezni, és nem fogja az arcotokat sütni közben a nap érzetre. Hát nem. Hát nem. Viszont az, hogy hogy hozott ki az adott helyzetből a maximumot, és hogy tudod a saját magad előtt lévő lehetőségeket a legjobban kiaknázni, arra egy nagyon jó játék a Szavanna Park. Van hasonlóság az Endeavor meg a Szavanna Park között, Igen. mégpedig az, hogy mind a kettő teljes mértékben nyílt. Ez egy rendrakós játék a játék elé, mindegyik játékos kap egy-egy kuppja rájt, és a játék során minden egyes lapkát átmozgatunk egy olyan helyre, ami lehető legjobb összefüggést adja majd. Döbbenetesen okos! Minél többen játszik, annál kisebb a alakul a játék, én legjobban ketten szeretem. Kettő a rendelkezem, nagyon jó benne az oroszlán plusz mechanizmus, illetve az egyedi táblalkotás is, egy igazi gyöngyszem, ami szerintem ordít, vagy hát oroszlánként kiállt egy második, egy picit szebb kiadásért. Nagyon szeretem ezt a játékot. Az év végéhez közel közeledve érkezett meg a társasjátékos asztalunkra az X bolygó nyomában című nyomozós társasjáték, akkor van egy következtetésen alapuló társasjáték, keresjük az X bolygót. Igen. Zoli feltette a játék, mert hogy dedukciós, és hogy majd hogy fog ilyen kizárással megtalálni bármit is ezen a térképen. Többnyire semmit. <laughs> Nem igaz. Egyébként tök sikeres voltál benne. Igen, és engem lepett meg a legjobban, hogy nagyon könnyen tudtam csatlakozni ehhez a játékhoz. Mert nagyon jól nehezíthető, és elképesztően ügyesen fogja a játékos kezét. Uh -huh. Rögtön a segédlet az, amin nyomozok, amint következtetéseket határozok meg. Elképesztő felhasználóbarát. Tehát, tehát, hogyha félelmetek van, ó, a klúdóban se tudtam sose semmit se kitalálni se. Ez itt nagyon-nagyon e, szépen segítve leszel. Ráadásul szerintem nagyon jó az applikáció. Ha, he, Én magam szeretem az applikációt használó játékokat. Hmm? Éppen azért, nem megkönnyítik az ember dolgát, és itt is nagyon jól segít az applikáció. Ugye ő osztja az információkat, ráadásul nem. Egyformán a játékosoknak, és ez adja az izgalmat, hogy nem tudom, hogy ő mit tud, meg ő mit tud, és az ő következtetéséből számomra mi lesz hasznos. Mm. Van benne egy folyamatos egymásra figyelés, van benne egy ügyes kizárás kizárásrendszeren alapuló nyomozás. Mm. Ö, körülbelül 60-75 percesnek mi is egy órákat körülbelül. játszottunk vele. Nem éreztem különbséget ketten és négyen a játék élmény minősége között. Nekem uh -huh. ugyanolyan jó volt, mert elég szolitár játék. Abban a tekintetben hát, figyelünk igen. a másikra, hogy ugye a, ő mire kutat és a számomra talán hasznos vagy nem, de igazából mindenki a saját tábláján mokogat és ö, bár ez a játék nem a szépségével fogja megfogni a figyelmeteket, Sőtöm. aki szereti a nyomozós élményt, meg vonza ez a science téma, annak én nagyon ajánlanám, mert én én személy szerint nagyon szeretem az x bolygót. Én szépnek tartottam, amennyire az ég volt szép. A kínált helyzetet csodálatos, a nehezíthetősége fantasztikus. A szűk az, amit említettél, hogy eléggé szolidár, önmagad csillagász. Ságával leszel elfoglalva. Nekem külön plusz pont, hogy nem, feltét, nem feltétlen az nyeri meg a játékot, hogy megtalálja az égboltot, hanem hogy ügyesen kutatta azt a bizonyos égboltot, ügyesen pásztázta. Klasztus. Számomra az év egyik legnagyobb meglepetés játéka a Karak című gyerekjáték. Ez egy 7 éves kortól ajánlott Dungeon Crawler, melyben a játékosok hősök, és egymással versengve lemennek egy szörnyeteg, esetünkben karak a sárkány kazamatájába, kincset gyűjteni, szörnyöket bögdösni. Igen, sokakkal beszélgetünk akik mondták, hogy ők felnőttként ugye szeretik a dungeon crawler játékokat, ezeket a kazamatában menős és a? szörnyülős játékokat, és a gyereküknek tanították meg a karakot, és nekik felnőttként is nagyon nagy élmény volt. Igen. És mi is nagyon élveztük felnőttként, Igen. sőt, amikor játszottuk korosztályjal akkor azt mondták a gyerekek, hogy ez egy izgalmas játék. Igen. Annak ellenére, hogy elsőre nagyon egyszerűnek tűnik, és igazából a lapkapakolgatás, meg a, a szörnyekkel való harc is le van benne egyszerűsítve, hát, Öm, mégis, mégis nem olyan hosszú a játék, hogy kifusson belőle az az izgalmi faktor, ahogy a versengésben ki lesz a legügyesebb, úgyhogy hm. számomra a karak gyerekjáték kategóriában került ugyanerre a listára, de számunkra is élvezetes volt. Púsonő, kis pósönök, és teleportkapók, és karlok, és szörnyek. Ma. És végül, de nem utolsó sorban feltettük az Unmesh Legendák Ligája második felvonást erre a listára. Amíg jönnek Unmesh, valószínűleg tetszeni fog nekünk ez a játék, és számomra tovább is egy nagy talán is meglepetés, hogy mennyire szeretjük ezt a párbajátékot. játékot. Fontos tudni, hogy mi Rékával békés természetű játékosok vagyunk. Nem nagyon szeretjük a másikat gyepálni. Az unmesh valószínűleg a téma, a játék szépsége, illetve az egyedi karakterek különleges játékszabályai teszik igazán szerethető és különlegesé ezt a Párba a játékot. Én általában azokra a játékokra fújok konfliktus tekintetében, amelyek nem mondják el magukról, hogy azok lesznek, és utána derül ki, hogy egyébként ebben a játékban tök sok az egymásra való harc meg konfliktus. Az Unmesh-nek konkrétan ez a témája. Tehát amikor az a témája egy játéknak, hogy kiáll egymással szemben kettő vagy négy harcos, és ők most egymást fogják gyepálni, akkor nyilván úgy ül le az ember, hogy tudja, hogy most harcra készen ül le. Uh -huh. És um, teljesen más mentalitású játék ez is, mint az alapjáték volt, a különböző karaktereknek a, nem tudom más, hogy mondani, a karakterisztikája annyira sokat ad a játékhoz, és az, hogy két ellentétes harcomodorú karakter harcol egymással, az annyira szórakoztató megnézni, hogy oké, okay, azt még nem próbáltuk ki, hogy Dracula hogy harcol a Vladimirivel, jó, ez nagyon vicces, ez horroros volt, de akkor most nézzük meg, hogy mi van, ha Achilles Uh, Ahileusz uh, harcol Robin Hooddal. Ó, oh, és akkor megnézni, hogy tényleg jól vannak-e kiegyensúlyozva. Ugye hmm. erről sok vita van, hogy az egyik karakter egy kicsit erősebbnek tűnik, vagy nem. De én most elárulom nektek, hogy mindegyikkel az Zoli az erősebb. Úgyhogy ez igazán igazságtalan. Küldöm a szerzőknek innen is, hogy szerintem egész jó ki vannak egyensúlyozva. Nyilván van egy picit erősebb, vagy picit gyengébb karakter nem? Én annyira nem éreztem, szerintem ez az a játék, amiben ki tudott tapasztalni a különböző karaktereknek a mit szeret, hogyan szeret harcolni stílusát. Szer Szerintem ez egy külön különleges kiadás abból a szempontból, hogy négy különböző, erősen különböző kultúrkörből származó karakter feszül egymásnak. Ez az első elmes, ami szerintem nagyon jó négyen, sőt igen. van karakter, az afrikai harcos hölgy, aki nagyon-nagyon jól darálja, hogyha többen vannak ellene. Úgyhogy, úgyhogy szerintem az eddigi részek elsősorban két fővel, ez a változat négy fővel. Négy új karakter, négy új különleges képesség, tökéletesen kompatibilis minden mindennel, varázslatos termékcsalád, és örülök neki, hogy szépen sorban jönnek magyarul is. Mi ezt a 22 társasjátékot tettük fel az év legjobbjai közé, és ezzel a videóval szent szándékunk picit beszélgetést is indítani. Kélek oda lent a kommentek közé dobáljátok le azokat a címeket, amik 2022-ben jelentek meg magyarul, és hogy nagyon szeretnétek őket. Beszélgessünk egy picit. Nektek mi volt az a 22 játék? Írjátok meg, ha van kedvetek, mind a 22-t, ha van kedvetek, csak egy párat belőle, hogy mi volt az, ami, hogyha összeszeditek, a legnagyobb élményt nyújtotta nektek. Ilyenkor érdemes arra is gondolni, mm. hogy mit tanultunk ezektől a játékoktól, melyik mit mozgat meg bennünk. Számunkra mindig nagyon érdekes összeszedni ezt a listát, és nagyon hálás vagyok, hogy hát 22-ben is nagyon nagy viták voltak, mert rengeteg játékot tehettünk volna fel még erre a listára, de hát valami alapján válogatni kellett. Nyilván ez egy szubjektív lista, és biztos a tietek is az lesz, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy különféle vélemények alapján esetleg voltak egyezőségek, annál jobb lesz beszélgetni. Bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor el ne felejtsetek lájkot dobni. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. 2024 elején egészen biztosan Csináljuk a Melyben visszanézzünk majd 23-ra. Jó játékot nektek! Sziasztok! Sziasztok.